A 8 püspökladányi óvodából 7 jelent meg, a sorrendben 16. Bene Gyula játékos sportvetélkedőn a Kispetőfi iskola tornatermében, mivel a Mezei Virág óvoda betegségek miatt nem tudott részt venni az eseményen. Vadász Ferenc alpolgármester és Rábainé Ferencik Ágnes igazgató is köszöntötte a gyerekeket, akik láthatóan nagy izgalommal várták a versenyt. Intézményünk igen színes sport múlttal rendelkező általános iskola, nagyon büszkénk vagyunk azokra a sporteredményekre, amit a mi tanulóink elértek, és arra is, hogy a mi intézményünkből nagyon sok olyan tanuló már most felnőtt került ki, aki a mindennapos mozgást, az egészséges életmódot előnyben részesíti a sporteredményeken kívül is. Fontosnak tartottuk mindig a testmozgást, a mai napig kiemelt szerepet kap mindennapi életünkben, és ahhoz, hogy a tanulóink eredményeket tudjanak elérni, és az egészséges életmóddal kapcsolatban ők ismereteket szerezzenek, ehhez pedagógus is kell. Ennek az intézménynek nagyon sok elhivatott testnevelő pedagógusa volt, közülük Bene Gyula tanár úr az, akire példaképként tekinthetünk a többiekkel együtt. A Bene Gyula emlékére és tiszteletére két versenyt rendez intézményünk minden évben. Az egyik a Bene Gyula kupa, amit már szeptemberben megrendeztünk, és a város általános iskolái futball versenyen mérkőztek meg egymással. A másik nagyon nagy rendezvényünk a 2006-ban kialakított óvodaiskola átmenet részeként a Bene Gyula játékos sportvetélkedő szervezése, amit azóta is igyekszünk minden évben megvalósítani, ahol a óvodás gyerekek óvodánként csapatokban mérkőznek egymással, és viszik el intézményünkből a Bene Gyula kupát. Erre a versenyre is különös gonddal készültek a kollégák, nagyon nagy szeretettel vártuk az óvodásokat, a leendő első osztályos tanulókat. Azt gondoltuk, hogy egy alkalommal fogjuk ezt most megrendezni, és nem több alkalommal, és arra törekedtünk, hogy a gyerekek tartalmas időtöltésben vehessenek részt. Ezért két fordulóban rendezzük meg a versenyt, amíg a egyik csoport versenyez, addig a másik csoport a leendő elsős tanítónénikkel kézműves foglalkozáson vesz részt, és egy kis büfézésre is lehetőségük van. Ezután a másik csoport fog versenyezni, és az idő az, ami eldönti, hogy melyik csoport hanyadik helyezést ér el. A hagyományoknak megfelelően Tóth Irén testnevelő irányításával egy közös bemelegítéssel kezdődött a program, miközben az óvónénik a tanári szobában megismerkedtek a verseny lebonyolításával, illetve kisorsolták az egymással versengő csapatokat. Az első körben a Fészek, a Szivárvány, az Árpád és a Katica óvodák kezdhették a játékokat, és az első versenyszám nem éppen úgy indult, ahogyan azt mindenki várta. Pedig előzetesen az iskolások bemutatták a játékot, ám az egyik csapat átértelmezte azt. Nagy volt a derültség, de aztán rövid idő alatt helyreállt a rend. Egyébként minden csapat 6-6 versenyzőből állt, és minden csapatra 5 versenyszám várt. Ezek első ránézésre nagyon egyszerű feladatokból álltak, ám a gyorsaság mellett jó megfigyelőképességre, precíz, nagyon pontos végrehajtásra volt szükség. Minden egyes játék után a csapatok időeredményét rögzítették, hiszen ez határozta meg a későbbiekben minden egyes játék sorrendjét. És amíg az említett 4 óra egymásra versengett, addig a Csillag, a Napfény és a Nyitnikék óvodák apróságai egy-egy tanteremben úgynevezett kézműves foglalkozásokon vettek részt. Színeztek, rajzoltak, ragasztottak, azaz alkottak. Ezeket a foglalkozásokat azok a tanítónénik vezették, akik a következő tanévben a Petőfi iskola első osztályainak lesznek majd az osztályfőnökei. A program második felvonásán a két csoport helyet cserélt, s az eddig a tantermekben ügyeskedő gyerekek a tornateremben mérhették össze a tudásukat. Természetesen most is ugyanazokat a játékokat kellett végrehajtaniuk, mint az első körben. S bár látszólag egymással versenyeztek, legfőképpen mégis a stopperórával voltak versenyben, hiszen miután szép sorban ezeknek a versenyszámoknak is felkerültek a táblára az eredményei, csak utána lehetett az egyes versenyszámokban megállapítani az adott sorrendet. Ez alapján a legjobb időt elérő csapat mindig 7 pontot szerzett, a második helyezett 6-ot, a harmadik 5-öt, és így tovább. Az 5 játék végeredményét pedig az összpontszám határozta meg.
s mivel ez alapján a második és a harmadik helyen végző csapatok holtversenyben ugyanannyi pontot értek el, így a számukra jött egy külön feladat, a kötélhúzás, ami végül eldöntötte köztük a sorrendet. Az eredményhirdetést természetesen minden csapat nagyon várta. A díjakat, okleveleket az iskola igazgatója adta át a gyerekeknek. A hetedik helyen a Szivárvány óvoda végzett 8 ponttal. A hatodik helyet a Fészek óvoda csapata szerezte meg 11 ponttal. Ötödik tett a 15 pontot gyűjtő Árpád úti óvoda. A negyedik hely a 20 pontot szerző Nyitnikék óvoda csapatáé lett. A harmadik helyet a 27-27 pontos holtverseny eldöntését követően végül a Katica óvoda kis alakulata zsebelte be. A képzeletbeli dobogó második fokára a kötélhúzást nagy küzdelemben megnyerő Csillag óvoda csapata léphetett föl, míg az idei Bene Gyula játékos sportetélkedő győztese a Napfény óvoda lett, amely mind az 5 játékot megnyerve a maximálisan megszerezhető 35 ponttal hódította el a győztesnek járó kupát. Évek óta régi hagyomány ez már az iskola és az óvoda között, hogy játékos sportetélkedőn veszünk részt. Többször sikerült már elhódítanunk a kupát, most is nagyon nagy örömmel vártuk, nagyon nagy izgalommal, hogy itt lehessünk, jól érezzük magunkat, és köszönjük a lehetőséget. Mennyire így készültetek a versenyre a gyerekekkel? Ahogy megkaptuk a versenykiírást, azonnal összetoboroztuk, azért a legügyesebb gyerekek közül válogattunk, és minden nap nagyjából 10-15 percet gyakoroltunk. Most próbáltunk visszaemlékezni a régebbi feladatokra, mivel nem kaptunk most előzetesen konkrét feladatsort. Úgy látszik, hogy akkor jók voltak az emlékek, és a gyerekek nagyon ügyesek voltak. Mennyire tetszett a számotokra ezek a versenyszámok? Izgalmas volt. Mindenképpen a gyorsaság, a figyelem nagyon fontos volt. Ugye arra, hogy pontosan váltsák, meg jó, mert végül is a gyerekeknek a szabálytudatát erősíti, másik oldalon meg, amikor, ha véletlen nem nyerünk, akkor a kudarctűrő képességet is fejlesztenünk kell ezáltal. A gyerekek mennyire várták a versenynapot? Nagy izgalommal. Főleg azért, mert hát több gyereket választottunk ki a gyakorlás során, hogy egyrészt legyen ellenfél az itt résztvevő gyerekeknek, de sajnos a betegség közbeszólt. És nagyon nehezen tudtuk most elhozni ezt a 6 plusz 1 gyereket erre a napra, akik betegek lettek, nagyon sajnálják, hogy nem lehettek itt. De akik itt voltak, azok gondolom nagyon boldogok. Nagy élmény volt, igen. Főleg ez a oklevél, a kupa, ez azt hiszem mindent vitt. Nagyon boldogan jöttem, és nagyon örülök, hogy a sors megint úgy hozta, hogy itt lehetek ezen a sportvetélkedőn, amit az apukámról neveztetek el, és nagyon nagy szeretettel, hálával gondolok rátok, és a pedagógusokra, hogy ezt még mindig életben tartjátok. Azt gondolom, hogy apukám nagyon boldogan nézte ezt, mert a gyerekek meg a sport, amiért ez a két dolog, amiért ő rajongott, ma itt egyben volt. Ráadásul az órával egészen szépen szerepeltetek. Hogy készültetek rá? Igen, ez egy külön öröm, mert ugye újonnan induló óvoda vagyunk, a Csillag óvoda. Nagyon kevés nagy csoportosunk van, úgyhogy nem tudtunk túl sok gyerekből válogatni. Viszont van egy szép tornatermünk, ami egy nagyon nagy előny volt. És hát olyan 2-3 hete kezdtünk el rá készülni, és minden nap versenyeztünk, váltóversenyeket. Hát amiket gondoltuk, sejtettük, hogy ami adódhat, amilyen feladat lehet. Gyerekek mennyire voltak elégedettek a mai nappal? Nagyon izgatottak voltak, azt sem tudták, hogy mi ez a versenyzés, hát ugye évek óta nem volt ilyen részük, úgyhogy nagyon boldogok. Látszott, hogy felfokozott hangulatban vannak, nagyon-nagyon élvezték. Örülünk neki, hogy volt ilyen lehetőségünk, hogy versenyezhettek.